Temerinben több mint két évtizedes hagyománya van a Délbácskai Tökfesztiválnak. Nem csak a helyiek, hanem a környék lakossága is eljön megcsodálni a hatalmas tököket. Keszler László a magyarországi Gárdonyból érkezett, ő Túbiás büszke tulajdonosa. A Délbácskai Tökfesztiválon a majd 375 kilós óriás tök vitte el a pálmát. László 100 kilóval vert rá a saját tavalyi eredményére. Fontosak a magok, hát fontos, hogy olyan magokkal kell kezdeni a termelést, amik genetikailag hordozzák azt a képességet, hogy ilyen nagyra nőjenek. És a második fontos dolog, hogy ugye elő kell készíteni a talajt nekik, nagyon sok vízre van szükségük, és a későbbi időszakban, amikor már a növénynek megvan a teljes levélfelülete, akkor ilyen lomtrágyákkal, meg levéltrágyákkal szoktam igazából permetezgetni őket, hogy a tápanyagot tudjam pótolni, és minél gyorsabban nőjenek ezek a tökök. A kolbásztök kategóriában már a helyi termelők is versenyképesnek bizonyultak. Én kikindáró kapok minden évben magokat, és azokból is ütetek fel itt körülbelül, de mindig a saját magjaim, ami visszamaradt, most is maradt vissza egy 10 tök, és abból kiszedem, és abból ütetem, az én nekem az terít. A tökfesztiválra látogatók nem csak a termést, hanem a belőle készült finomságokat is megcsodálhatták, megkóstolhatták. Az ember nem is gondolná, mennyi minden készülhet az aranysárga sütőtökből. De attól függ, hogy a recept milyen, van, amit rögtön élő, vagyis tökből, nyers tökből csinálunk, van, amit pedig meg kell főzni, átpasszírozni és hozzáadni a liszthez, cukorhoz. A finomságok és a csodaszámba menő tök termések mellett művelődési műsor is fért a fesztivál programjába. Népdalkórus és citerazene mellett szórakozhattak a fesztiválozók.